A tavasz beköszöntével nem csak az útfelületek burkolatait ellenőrzik a Magyar Közút munkatársai, hanem a táblák állapotát is felmérik. A társaság kezelésében lévő útszakaszok mellett országosan mintegy 475 ezer közúti kresztábla és útirányjelző tábla található, a hatalmas állomány karbantartása is feladata a Magyar Közútnak. Az egyik leggyakoribb oka táblák cseréjére az idő múlása, az elhasználódás. Megkopnak a fényvisszaverő képességük, megszűnik, ezeket muszáj cserélni, illetve másikokból balesetekben megsérülhetnek táblák, ezeket pedig akkor mindenképpen azonnal pótolni kell. Erre a pótlásra és a cserére egy keretszerződéssel rendelkezünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy számoljuk, hogy összesen körülbelül 21 ezer darab tábla cseréje fog megtörténni ebben az évben is. Ez megosztik a 19 megye között, természetesen az úthasználat, úthálózat nagyságának arányában. Az elhasználódott tábláknak a cseréje a megyei igazgatóságnak van egy ütemterve, ők készítik, figyelemmel kísérik, a balesetben megsérült táblák pedig, ahogy az élet hozza, ahogy alakulnak, azokat a táblákat cseréljük. Az elhasználódott vagy megrongálódott táblákat folyamatosan cserélik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az új táblák többsége a nagyforgalmú főutakra kerülnek meghatározott ütemezés szerint.